érdekes, mert ha átneveztem a naplófájt, akkor a naplózás az átnevezett fájba folytatódik. Majd amikor szólok a naplózónak, hogy bocs, most kezdjük előről, bezárja, akkor ugye az átnevezett verziót zárja be, és amikor újra nyitja, akkor már újra nyitja azt, amit én az előző pillanatban raktam oda nulla hosszúsággal, megfelelő paraméterek beállításával. Ezzel elérhető az, hogy gyakorlatilag egy adott pillanatig naplóz ebbe a fájba, majd a következő pillanaton naplóz a másikba. Tehát az előzőekben naplózott információt már nem bántja, csinálok vele, amit akarok. Tömöríthetem, menthetem, ahogy jól esik. Na most, mint mondtam, erre hagyományosan az volt a megoldás, hogy a rendszergazda írt rá scriptet, ez ugye a 10.-20. alkalommal már működőképes is volt, tehát tényleg azt csinálta, és tényleg úgy, ahogy kellene. Egy idő után nyilván akkor jött az, hogy és akkor beletesszük azt is, hogy automatikusan tömörítsen, beletesszük azt is, hogy az elmúlt 7 verziót megtartja, a 8. automatikusan bekapolja a file szerverre, és utána törli. Eredménye az itt található két eszköz, most véletlenszerűen kiválasztottam két elterjedtemben használt jószágon, Logrotape-nek, illetve NewSysLog-nak hívják azokat, amik mondjuk már messze nem ShellScript szintjén, de ezt csinálják. Viszonylag kényelmes szöveges konfigurációs fájban elmesélhetem mindezeket, hogy kell-e tömöríteni, nem, mivel akarok tömöríteni, milyen feltételeknek teljesülése esetén kell másik naplófájra váltani, ilyesmi. Nyilván, mint mondtam, az is egy teljesen jól bevált használható lehetőség, hogy hetente töröljük a naplófájt és kezdjük előről. Legfeljebb, ha ilyen szinten van a naplózás, akkor minek naplózunk? Tehát ezt azért érdemes végig gondolni, mert ha egyébként ez egy elfogadható dolog, akkor kapcsoljuk ki a francba, egy halomi jót megspórolunk magunknak. Úgyhogy egyszerűen jobb üzlet lenne abba az irányba elmenni. Na jó, a naplózásról úgy gondolom, hogy többet most nem mondanék. Utolsó anyagrész következik máma. Egy egyszerű, de sajnos hálózati környezetben azt lehet mondani, hogy nélkülözhetetlen dolog. Gépek órájának szinkronizálása, vagy szinkronba tartása. Nyilván meg kellene különböztetni azt, hogy csak arról van szó, hogy a gépek órái egymáshoz képest szinkronban legyenek, attól, amikor a gépek órái a világ maradék részével szinkronban van. Mind a kettő lehet jó. Más kérdés, hogy az utóbbi az, amit úgy általában elfogadottnak tekintenek. Meglehetősen kínos dolog, amikor mindig fejben hozzá kell adnod 5 napot, 23 órát és 17 percet, hogy összhangba tudjad hozni az, amit mutat az óra, és mi van a logokban. Tehát általánosságban persze az is mehet, hogy egy zárt környezetben minden gép ugyanazt mutatja, pár évtizeddel el vagyunk maradva, kit érdekel. Félreértés ne essék, láttam ilyet. Egyszer az egyik virtualizációs tanfolyamon megkérdezték, hogy hogy lehetne elérni, hogy a VMware szerver és a benne futó virtuális gépek közül az egyik virtuális gépnek legyen 2 évvel arrébb az órája. Nem magyarázom el, hogy miért kellett, mindenki tudja. Voltak valamilyen lejárós licenszeink. Na, szóval a lényeg az, hogy ilyen is van, a normális eset az mégiscsak az, hogy mindenki mutassa ugyanazt. Ugye itt az elején egyszer már utaltam arra, hogy a hagyományos felállás, amit ha lehet, akkor egyébként érdemes betartani, hogy a gép hardveres órája Greenwich, azaz a GMT, ma hivatalosan UTC-nek nevezett időzóna szerint jár, és csak egy úgynevezett időzóna paraméterrel mondom meg, hogy én ahhoz képest 1-2-3 órával vagyok előrébb, vagy késésben. Na most, ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogyha ez korrekten van beállítva, akkor mindenki, aki a gép fizikai helyén bejelentkezik, ő gyönyörűen látja a lokális idő szerint azt, hogy mennyi az idő, de aki nem ott van, ő is a saját lokális idője szerint látja, hogy mennyi az idő, és a rendszer teljesen boldogan képes kezelni azt, hogy egyszerre Arizonából meg Yokohamáról érik el a budapesti szervert. Nincs vele semmi probléma. Na most a gépek órájának szinkronba tartása viszont ettől egy teljesen független dolog.
De általában alapkövetelmény, hogy a gép azért jól legyen valamilyen szinten bekonfigurálva. Na most, régebben voltak ilyen eszközök, hogy az előbb emlegetett INET-D-be beépített rég egyik Daytime, a másik Time névre hallgató szolgáltatást kérdeztük le távolra. Ebből a Daytime azért vicces, mert ő ilyen emberi fogyasztásra alkalmas formában mondta meg, hogy a távoli gép szerint mennyi az idő, ezt ugye szoftverből feldolgozni nem túl kényelmes, tehát ez utóbbit nem annyira használták, de ezt a Time-nak nevezett szolgáltatást egy R-Date nevű parancs segítségével le lehetett kérdezni, azt mondtam, hogy R-Date szerver, ő attól lekérdezte és a lokális órát beállította. Na most ennek a két mechanizmusnak, akár arról van szó, hogy én most óraszinkronizálásra használom, akár arról, hogy én magamnak megkérdezzem, megvan az a hátulütője, hogy semmilyen módon nem veszi figyelembe azt, hogy én elindítom a kérést, az a hálózaton elbarangol a túloldalra, ő akkor ott mond valamit, ami X idő alatt elér hozzám. Tehát ez a hálózati csúszás, ez gyakorlatilag semmilyen módon nincsen beletervezve ebbe az RDT eszközben megvalósuló óraszinkronizálásban. Na most hát ez nyilván nem sokat, de 1-2 másodperces csúszást eredményezhet, ami nem minden esetben megfelelő. Erre találták ki a Network Time Protocol, később Simple Network Time Protocol, az NTP vagy SMTP névre hallgató megvalósítást, ami valami eléggé goromba módon megpróbálja azt is figyelembe venni, hogy hát bármilyen kínos, de az a szerencsétlen hálózati jel onnan ide nem nulla idő alatt ér, hanem mégiscsak tart valamennyi ideig, hogy elérjen hozzám, következésképpen, amit ő mond, az nem annyi, mint amennyinek mondja. Tehát valami trükkös módon ezt is képes valahogy lekezelni. Ezért aztán ma gyakorlatilag a gépek órájának szinkronizálására ezt az NTP-t szokták használni. Alapja. Első körben az óra szinkronizáláshoz használatos komponens pontossága, vagy ahogy hivatosan hívják, milyen strátumú óra szerverről beszélünk. A dolog következőképpen működik, fejünk fölött kereng néhány műhold, ezek többek között pontos időt közölnek, és lehet kapni nem kevés pénzért olyan eszközöket, ami számítógéphez kapcsolható, ezektől a műholdtól jövő jeleket leveszik, és ez alapján viszonylag pontosan megmondják, hogy mennyi az idő. Ezek az ilyen speciális eszközök, ezek a legpontosabbnak minősített nullás strátum pontosságot biztosító hardverek. Na most, a továbbiakban egy egyszerű, közönséges, jól ismert módon definiáljuk. Ha én egy N-es pontosságú szervertől kapom az időt, akkor én N plusz 1-es pontosságú vagyok. Azaz, lehetőség van arra, hogy hálózaton keresztül egy másik szervertől elkérjem az időt. Ha ő ugye egy nullás pontosságú volt, akkor ő ugye már 1-es pontosságú, 2-es pontosságú, 3-as pontosságú módon áramlik az adat. Na most, használata két módon szokásos. Egy ilyen sűrűn kibekapcsolt gép esetén bőven elég, hogy bekapcsoláskor lekérdezzük, hogy mennyi az idő valami relatíve pontos hozzánk hálózatértelemben levő, közel levő szervertől az időt, és ahhoz igazítjuk a gép óráját akkor a bootnak egy viszonylag korai fázisában. Nem lett nagyon korai, mert ugye már hálózat kell hozzá. Erre jó az NTP Date nevű parancs. Van viszont egy hátulütője. Mondom, a gép indulásakor. Na most, hogyha egy szerver 2 évente egyszer bootol, akkor azért előfordulhat, hogy egy idő után ez nem lesz teljesen tökéletesen pontos. Na most félreértés ne essék, az NTP ilyen 10 másodperces pontosságot nyújt, tehát a messze van a teljesen tökéletes pontosságtól, de szóval ennél is sokkal rosszabb tud lenni. Nagy élmény volt találkozni a szerverrel, aminél ha kikapcsoltam a gépet, akkor megállt az órája. Nem reszetelődött, csak megállt. Ha bekapcsoltam, akkor ment tovább.
Úgyhogy hát úgy néztek, amikor voltam, baj van vele. Na szóval a lényeg az, hogy ezek a vacak kis csipek, amik tipikusan ilyen PC-kben vannak, azok nem tökéletesek, ezért ez a bootonként egyszer beállítjuk az időt, ez nem jó. Ezért általában azt szokták, hogy bootonként egyszer beállítjuk, valamint futás közben nem engedjük, hogy nagyon messzire eltévedjen a bekonfigurált másik szervertől. Erre szintén használható az NTPD-t, mindjárt mutatom, de igazából erre találták ki az NTPD régebben XNTPD nevű alkalmazást. Na most ez utóbbi, egy ilyen folyamatosan futó módon a ntp.conf nevű konfigurációs fájlából veszi elő azt, hogy na most akkor kihez kell fordulni, honnan kell előszedni az időt, mi módon kell előszedni, és így tovább. Azaz, a használat a következőképpen zajlik. Rendszerindításkor általában nem okoz problémát, hogyha az órát átállítjuk. Erre valamelyik rendszerindításkor lefutó jobban, scriptben, szervízben, akármiben, ntpd-b, szerver, esetleg két-három óraszinkronizációs szerver nevének vagy IP címének megadásával mondom, hogy ő hozzájuk kell fordulni, tőlük el kell kapni a pontos időt, ebből kell egy a pontosságot is figyelembe vevő, mondjuk úgy, hogy statisztikai alapú idő információt kinyerni, és erre a gép óráját beállítani. Ez a fajta órabeállítás, ez normál futás közben már nem használható, mert két meglehetősen fontos kritérium sérül. Az idő monotonitása, mondjuk amikor az én órám siet, ez meg az, hogy bocs, akkor most 5 percet visszaállítjuk, és a gép órájának az idő folytonossága, amikor kések. Jaj, most 5 perccel több van. És egyszer csak azt vetted észre, hogy 12.03 nincs. Emiatt ezt a fajta használatot normál futás közben nem javasolják. Normál futás közben lehet használni az NTPD-t a másik, a nagy B opciójával. Ebben az esetben általában javasolt ilyen óránként, két óránként, fél naponként, rosszabb esetben ritkábban, időzítve lefuttatni ezt a parancsot. A nagy B ugyanis arra szolgál, hogy nem átállítom az órát, hanem attól függően, hogy késésben vagyok, vagy sietek, fölgyorsítom, vagy lelassítom a saját órámat. Ami természetesen azt jelenti, mint a nagyanyáink kakukkos óráinál, hogy húzogatjuk a súlyokat, hogy elkezd gyorsabban járni, vagy elkezd lassabban járni. Természetesen kellően nagy csúszás esetén igen sokáig tart, míg ezzel a gyorsabban járok a valóságnál jellegű módszerrel utolérem magam. Ezért van, aki ezt használja, de őszintén szólva azért két-három óránál ritkábbra nem javasolt beállítani az idő lekérdezését. Ugyanis, ha nagyon nagy időintervallumonként kérem, akkor lehet, hogy nagyon eltér az óra, míg ha rövid időintervallumokként próbálom lekérdezni, akkor valószínűleg nem tud annyira elmászni. Hamarabb észreveszem, hogy probléma van, tehát gyorsítani vagy lassítani kell. A másik fele pedig, mint mondtam, ennek a régen XNTP-nek, vagy XNTP-D-nek nevezett jószág, ami egy kicsit bonyolultabb, mert nem elegendő azt mondani, hogy ott a szerver is tőle kell elkérdezni, ezt egy szöveges konfigurációs fájlba meg kell adni, ez a konfigurációs fájl, a ntpd.conf, vagy régebben xntpd.conf nevű fájl, amely felépítése meglehetősen egyszerű kulcsszó paraméter formátum sorokból áll. Használata a következő: egy gép, vagy szerver, vagy kliens. Jellemzően egyébként mind a kettő. Kliens, mert valakitől elkéri az időt, és szerver, mert másoknak szolgáltatja. Na most, klasszikusan ilyen desktop kategóriájú gépek, ugye kliensként vannak beállítva. Ebben az esetben az NTP-conf-ban
következő paraméterek valamelyikét vagy többet javasolt beadni. Szerver és egy név vagy IP cím, nyilván ha név, akkor az egy feloldható gépnév legyen. Ez az a szerver, akitől elkérjük a pontos időt. Az opcionálisan megadható -4 vagy -6 arra szól, hogy IPv4-en vagy IPv6-on akarjuk elérni az adott szervert. Ma nem annyira kritikus, bár futottam már bele olyanba, hogy a előszeretettel használt szerverem elkezdte IPv6-os IP címét szolgáltatni a névlekérdezésnél, és ettől persze az NTPD meghűlt, mert ő meg nem próbálta tovább, és konstatálta, hogy hát sajnos ebben a gépben nincs IPv6 interfész, tehát nem tudok mit kezdeni, nem érem a szerver. Tehát néha jól jöhet, nem véletlenül írtam ezt a hu-pool-ntp-orgot, ez mondjuk például Magyarországon egy viszonylag jól használható szerver tartomány. Régebben előszeretettel használták mondjuk az FTP-KFK-i hút, meg egyetemeknek a róla szervereit, meg hasonlók. Na most, a szerver azt jelenti, hogy ő nálam pontosabb, a peer az azt jelenti, hogy mi tulajdonképp azonos pontosságúak vagyunk. Ha neked van problémád, akkor tőlem is kaphatsz infót, ha nekem van problémám, akkor tőled is kaphatok infót. Szerver esetén tőlem a szerver nem fog infót kapni. Magyarul durván azt lehet fogalmazni, hogy a szerver fölöttem, a peerben megadott gép meg velem egy szinten van a pontosságot, illetve a használhatóságot tekintve. Ez mind a kettő azt jelenti, hogy én, akinek a konfigjában ez benne van, hozzáfordulok az ott található géphez, és elkérem tőle. Na most, mit tudom én, zárt belső hálózatban ezt így is lehet használni, de van, ahol sokkal jobban szeretik ezt precízen meghatározni, tehát ha kell, autentikáció is előírható. Ebben az esetben mindenféle jelszavakat kell mind a kliens, mind a szerver oldalon az NTP konfigurációban elhelyezni ahhoz, hogy tudjunk beszélgetni. A Broadcast Client kulcsszó az egy teljesen másfajta működést feltételez. Ebben az esetben én, mint kliens, nem fogom meghatározott időközönként megszólítani semmelyik szervert, hanem folyamatosan figyelem, hogy nem érkezik-e hozzám az én valamely interfészen broadcast címére NTP forgalom, és aki ilyen információt küld, attól ezt az információt elfogadom, és annak megfelel állítom be a gépem óráját, illetve állítom a gépem óráját. A broadcast client paraméterhez természetesen a szerveren is kell valamit csinálni. Ott alul ezt határozza meg a broadcast IP cím kulcsszó. Magyarul, ha azt akarod, hogy a szerver ne abajgassa a 43.000 gépet, akkor szerverbe azt mondjuk broadcastol, kliensbe azt mondjuk broadcast clients, kész. Innentől kezdve mindenki megkapja a megfelelő időinformációt. Na most, technikailag kliens konfigurációnak tűnik a kliens sorban szereplő két utolsó bejegyzés, gyakorlatban elsősorban központi szervereken szokott szerepelni. Az a sor, amikor azt látod, hogy szerver 127.127.x.y, ami egy IP cím, de mindenképpen furcsa IP cím, ezt úgy hívják, hogy referencia órától kérem el az információt. Gyakorlatilag az x.y, ami ott a példában 1.0, az azt határozza meg, hogy milyen vevő van ennek a gépnek a valamilyen portjára csatlakoztatva, következésképpen, hogy kell az adott hardverrel kommunikálni. Ezek a, mint említettem, nem olcsó mulatság kategóriába tartozó kis gépbe dugható kütyük. Hogy félreértés ne essék, ez nem a sarki túraboltba kapható túra GPS, de nem is a sarki hentesnél kapható autós navigátor, hanem annál egy picit komolyabb eszközök. Nem véletlenül szokták őket igen drágán mérni.
általában az szokott lenni, hogy ahol nagyon fontos, ám de elegendő ez a 10 másodperces pontosság, viszont fontos az órák szinkronba tartása, ott azt mondják, hogy vagy befektetnek egyetlen egy ilyen kütyübe, és akkor egy szervert kineveznek központi szervernek, nála az van a config file-ban, hogy szerver 107-107 valami, és aztán a továbbiakban a kliensek hát vagy őt pollozgatják, vagy pedig ugye broadcast-tal ettől a szervertől kapják az adatokat. Ennek előnye, hogy csak a műhold a zavarás, zavar. A másik, meglehetősen gyakran használt metódus, hogy hálózaton valami óraszinkronizációs szervertől kapjuk az adatot, hátulütője ezt lehet. Nem triviális, de nem is rakéta kategóriájú, bonyolultságú módszerrel zavarni, illetve hamisítani ezeket a óraszinkronizációs szerverrel folytatott kommunikáción. Tehát van, aki nyugodtan bevállalja azt, hogy hát jó nekem a hupul.mtp.org, meg ftp.kfk.hu, meg mit tudom én micsoda, vagy akár saját internetszolgáltatóm routerének óraszinkronizációja, van, akik azt mondják, hogy biztonsági okokból ezt nem lehet bevállalni, akkor ebbe bele kell fetszölni, tudom én, pár ezer dollárt a kütyübe, és saját infrastruktúrát kiépíteni. Na most, ami ide van írva, ez a 107.107.1.0, ez nem véletlenül van itt. Sok esetben már az is elég, ha legalább úgy az évszakot eltaláljuk, csak legyünk szinkronba. Ebben az esetben egy tökéletes megoldás, hogy kiválasztunk egy szimpatikus szervert, és azt mondjuk, hogy az ő valódi belső óráját beállítjuk. Hát ugye, BIOS setup, beletúrunk, beállítjuk. Őt kijelöljük szervernek, azaz az ő etc.ntp.conf fájába beírjuk az itt található szerver 107.107.1.0 sort. Jelentése az 1.0 azt jelenti, hogy a gép belső órája mondja, hogy mennyi a pontos idő. Innentől kezdve ő, mint óraszinkronizációs szerver mindenki más számára használható, hollozható, broadcastolható, legfeljebb ilyen referencia óránál, főleg amikor a gép óracsipjét használjuk, erőteljesen javasolt ez a karamell paraméter, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy megmondjuk, hogy én, mint szerver, mennyire vagyok megbízható. Hát látható, hogy a példával azt mondtam, hogy hát a 15 szint, értékelhető szintből én 10-es vagyok maximum, és ugye, mint mondtam, minél alacsonyabb érték, annál pontosabb, hát én is, hogy szerverről beszélünk. Elvi szinten egyébként 15-nél több szint is van, tehát van stratum 30, meg 60 akármennyi is. De gyakorlatilag már a 10-esre is azt mondjuk, hogy na jó, hát ez a sarki kínai hulladék kvarcóra kategória, sok esetben bőven elég. Tehát nyilván, amikor arról van szó, hogy az egész óraszinkronizálás lényege az annyi, hogy a beléptető rendszer alapján tudjuk ellenőrizni, hogy most 8 órát voltál-e benne, vagy 10-et, ott nem érdekes az, hogy most 1-2 tized másodpercet, percet, abszolút órát tévedsz. Nyilván mondjuk házasságtörés bizonyítására nem egy hátrány, hogyha valóban konkrét időinformációkat tudunk mondani. Mancika is minden áldott nap 12.03-kor, meg Petike is minden áldott nap 13.03-kor lép ki meg be, de ezt már 6 éve tesztük. Ez egyébként nem vicc, ez megtörtént Magyarországon, hogy egy ilyen régi rumrablós logból jött aztán a rendőrségi feljelentés. Valami ott nem stimmel a zolatára. Amihez nyilván azért nagy segítség, hogyha minden óra legalább körülbelül azonos információt mond, még ha ugye szerte szét vannak csúszva, akkor egy kicsit könnyebb házasságot törni, úgyhogy ilyen szempontból lehet érdemes megfontolni. Na jó, hát ennyit erről.